Na, kérlek, maximális szeretettel, tisztelettel és alázattal, én Oscar vagyok, és ez itt a Duke Nukem 3D World Tour végigjátszás, a következő része. Tour de Nukem című pályán vagyunk, ami, ha minden igaz, akkor Párizsban játszódik. És akkor rúgjunk is szét néhány idegen segget. Én azt mondom, mit szólsz, Kornfeld Balázs. Remélem tetszik a végigjátszás, meg minden ilyesmi. Hú, grafikailag el van eresztve ez a játék, gyerekek! Oh yeah! Tour de Nukem! Smells like someone cut the fromage. Ajjaj! Sörét ajcs. De milyen jól le van árnyékolva, nézd meg! Mondjuk egy picit hibás, bugzórik egy picit, de belefér a dolog. Shit happens! Na várja, itt inkább pisztolykára váltok át, mert érzésem szerint itt ezeket a nagy távolságokat egyszerű pisztolyjal áthidalni. Pipe bombunk már van, gyerekek. Ja, hát ez a pálya le se tagadhatná párizsi mi voltát. Kíváncsi vagyok, hogy Broken Sword-os utalás lesz-e. Shit. Azt mondja, hogy Petit Boshi. Aha. Oké, ezt nem igazán tudom mi. A Broken Sword egy kávéháznál kezdődött az a játék, ha emlékeztek. De nyitva tartjuk a szemünket. Ugye Franciaország híres a kávézóiról. De meg hogy kerültél ide? Na azért. Vannak egy páran. The Liberated Appearer. Kár, én nem lehet sehova bemenni szinte. Ujj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 
Hail to the king, baby. Damn good. Na, mindjárt megdöglök. Nagyon jó kis robogók. Na, valami ilyesmi van nekem. Mindjárt felpattanunk az egyikre, azt itt robogózunk. Várj, itt most már egy kicsit finomabbnak kell lenni. Ügyesebbnek, mert itt jönnek, mint az állat. Mint a disznó. És megint rákattantam az Arx Fatalisra, Zsolt. Már a vége felé járok. Most varázslóként viszem végig, teljesen nulláról. Nagyon jó az a játék. Hát az Arx Libertatis, amit te küldtél át még annak idején, a magyarított változata. Nagyon jó, faszányos. Hú, most utóbbi napokban egy picit leálltam a pályaszerkesztéssel, de... most már vissza fogok megint érni. Nem tudom te, hogy haladsz, Spesz. Már egy ideje nem kommunikáltunk, de remélem, hogy azért te is csinálgatod. Én is most vissza fogok állni. Haladok, szépítgetem. Tehát sokszor van az, hogy... mit tudom én... tehát, hogy leülök szerkeszteni, és nem új területeket építek hozzá a meglévő pályához, hanem a meglévő területeket szépítgetem. Építgetem, szépítgetem, egyre jobb és jobb. De azok a képek, amiket múltkor küldtem át, azóta már rengeteget fejlődtek. Ezt vajon le lehet-e robbantani, arra vagyok kíváncsi. Hát nem.
ugye egérkezelés néha beakad újra töltésnél. A WC csak így. Na, király. Pislantok egy a 10 életerő pontért. A szekrényeket ki lehet nyitni. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Ide nem lehet bemenni. Dead or Alive-os poszter. Érdekes, hogy ez eredeti. Tehát ez már 96-ban is így nézett ki, tudtam szerint. És mégis valójában arra emlékeztet. A Hitomi-t meg, vagy Helena, de inkább Tina. Szerintem. Ha valaki ismeri azt a játékot, akkor tudja, hogy melyik karakterekről beszéltem most. Miért nem tudom eltalálni. Die, bitch. Na, majd lemegyek és most már rendet rakok disznók között. Ho? Oh. Ami van itt? Szórakozó hely, kérem. Hát szórakozunk? Úgy látom, hogy ennek felesett réfa. Ez így nem lesz az így jó. Fuck. This really pisses me off. Na, innen talán ki tudom őket osztani, hogyha ügyes vagyok. Végül is csőbombajcs az van. Ó, mi az a pucér néni ott? Suck it down. Zsír, király. Ugye ez itt sav? Azt hittem, hogy fújja a füvet a szél. Gondoltam is magamban, micsoda effekt. Honnan jönnek ezek elő? Na, pusztulj meg. Kis pici könyvtár. Donuts. Titkos hely. 5 darab titkos hely van ezen a pályán is, hallod? Come get some. Gyógyulni kéne. Warning, freedom fries. Karaoke. Nem lehet énekelni egyet? Elénekelném a boci-boci tarkát mondjuk. Mik vannak itt? Sister Act 3. Ó, oh, valahogy ez erről ráéreztem. Na jó, hát életerőből van valamennyi. Nem túl sok. Igen, itt már voltunk. Oké, okay, akkor... páncél, használt páncélom az most már van. Na jó, az már tetszik, hogy az így több helyre be lehet menni. Jó van, jó van. Szóval végül is mi ez? Ez ilyen boros üvegek, vagy mi? Teke golyó. Hát valaminek lennie kell szerintem. Fú, csoda láda tetejű. Ládák teteje egy kicsit bagos. Te lehet, hogy ennyi. Nincs itt semmi.
Hát akkor már csak ebből az irányba lehet tovább haladni. Már csak ez a fagyasztó, aha, ez meg a izé jó. Jó, király, megvan a kék kártya. Meg egy kis életerő pack. Groovy. Groovy. Megcsináltam azt a alakzatot, amit múltkor elmagyaráztál a videóban, Spesz. Azt a ferde ízét, tudod, amit így kell csinálni. De gondolom, te is rájöttél arra, hogy vagy lehet még el is magyaráztad videóban, igen, hogy lilával le kell zárni azokat a szektorokat, körbezárni, mert különben gyuknukem szétfröccsen, amikor beleér. Ez a one shot, one kill jellegű fegyver. Nagyon jó fegyver. Tetszik. Hát pontosnak kell vele lenni, de ha pontos tudsz lenni, akkor jó. Sörétes. Igen, na itt valami. Nem lehet kinyitni ezt sem. Devastator lőszer, nagyszerű. Magas minőségű husi-musi. Ide nem tudok bemenni. Hát igen, most ugye megvan a kék kulcskártya. Végül is ide kell. Mi ez egyébként? Ilyen nyuszi lány. Ah, you son of a bitch. Come get some. Ez az. Nem akarok beleállni, mert gondolom engem is sebez. Egyszerű. Shit happens. Shit happens. Várja. Itt lehet iszogatni. Oké. Na hát azt hiszem, hogy akkor itt nincs már semmi, ugye? Azért még ezeket szétrúgom, hát hogyha valami van. De jó, hogy szétrúgtam. Ez valaki megrongálta. Jó, megnézem majd, hogy jól veszi a felvétel. Mindenki szétfüstölődött. Na, pusztuljatok! Ez a biztos. Devastator weapon, nagyszerű. Na most, várja, lehet le lehet menni. Tulajdonképpen várjam, miért is nyitottam én ezt így? Mit is csináltunk most itt az előbb? Felvettem valamit. De most miért jöttünk akkor egyáltalán ide? Várja csak, van itt valami cucc. Hogy valami kinyitódott. De várjál már ezt.
Húha! What a mess. Itt már aztán vannak. Robbanás ügyileg. Ez nagyon durván sebez, mint hogyha jobban sebezne, mint alapból. Alapjátékban pedig nem hiszem. Ezekben mind ilyen dög volt. Érdemes volt szétrugni őket, mi? Szerintem itt lesz mini boss ezen a pályán, van ilyen érzésem. Ez bizonyára fájt! Ez bizonyára fájt! A nyárat! Lövöd! Jaj! Die! You son of a bitch! Szerencsére van rengeteg víz ezen a pályán, úgyhogy tudunk kortyolgatni. Ja, így kortyolva egy kicsit lassabb, viszont elég, hogyha nyomva tartod a aktiváló gombot. Ilyen nyomós állapotában csak nyomogatni kell gyorsan az Enter gombot, vagyis hát az aktiváló gombot, és akkor már iszogatja, tehát valamivel gyorsabban lehet. Fent lesz valami szerintem. Nem. Nem vagyok túl jó a titkos helyek megtalálásában most. Utóbbi időben. Ahhoz nem kellett volna még felvenni. Mindig. Na várjál csak, hogy itt megyek, itt mi van? Ezeket leszámítva semmi. Mind a kettő lefelé jön. Fura. Na de végül bejutottunk ide. Sárga kulcs. Fagyasztau. Rengeteg lőszar, nagyszerű. Hát itt lemenni nem nagyon tudok szerintem, úgyhogy ezt akkor hanyagoljuk is. A brébe. Hopp, viszont látok egy repedést. Kicsit elmegyek távolabbra. Nem tudni mekkorát robbannak ezek a dolgok. Ó, wow. Király. De hogy nem haltam meg az előbb? Várja. De hogy ennyire be tudok bújni. Aha, hogyha már szűkebb lenne a szektor, akkor már megölne, de hát így még éppen belefél. Valahogy éreztem. Várj, itt bizonyára meg lehet oldani kreatívan. Nincs Night Vision Goggles. Hmm.
túl sokan voltak. Hát mindegy, akkor old school jelleggel oldom meg a dolgokat. Come on, bitch. Ez az. Come get some. Na itt akkor nyomok egy mentést azért. Már csak megszokásból. No titkos hely. Na már mindjárt ide röppentyűzik. Tudom, hogy ide kell jönni amúgy, vagy a másik irányba. Hogy itt mi van egyáltalán, Devastator lőszer az van. Jó. Akkor mehetünk tovább. Ajajajajaj. A jetpack az nincs, jetpack az nincs még meg. Nem is biztos, hogy meg lesz. De van egyébként a játékban, mert néztem róla egy speedrunt, és valahol lehet találni. Na várj, ez most rohadt kockázatos, tehát hogyha most oda átugrok. Hát igen, ugrálni kell, mint a bakkecske. Ezekre rá lehet állni? Rá. Jó van. Minibossz láthatáron. Ajaj. Észre vagyok véve. Viszont van ott egy atomic health, meg egy sima health. I needed that. Na várjál, vissza tudok innen mászni. Szerintem ott lent biztos van valami amúgy. Valami titkos hely. Titkós hely. Suck it down. Itt is lesz valami szerintem, vagy nem? Visszamegyek azért a pakkért. Groovy. Már hol is volt? Hol találtuk meg? Élet itt volt fent. Azért ilyen fokozaton figyelni kell az ilyen dolgokra is. Jobb. Grappa. Grappa! Nemrég ébredtem még amúgy, azért vagyok ilyen nyugodt. Na jó, most jól állnak a szénáink. Szénaszálaink, gyerekek! Most tudom, hogy ilyen messziről lőjem ki. Ezt a minibosszt. Eltalálom, csak hát nem tudom mennyi időbe fog telni pisztolykával megölni.
Wow, most többet lőtt ki. Mindjárt megdöglik szerintem. Mini bossnak nincs olyan sok élete. Aha, meg is döglött. Van több is. Nein. Fincsi. Ha. Jó, ez akkor meg volna. Shit. Na, mutasd magad, drón. Csizmák megvannak, ez jól fog jönni most itt a savas közeghez. Ezt hajszálom urat. Kettő volt, és pont nem azt lőttem, amit kellett volna. Automata célzás miatt. Na. Jól van, itt van egy nagy csomag. Életerőpak. De most ezt még nem kell igénybe vennem, hál' Istennek! Sok ellenség van. Anyádat. Na itt valami, repedés vagy ilyesmi. Oda fel lehet jutni valahogy biztosan. Lehet neki futásból kell, vagy innen. Aha. Zsírkirály. Na ide valahogy át lehet jutni szerintem, bár itt gondolom ez lila szektoros. Ha csak nincs itt egy repedés valahol, bár hogyha lenne, akkor teljesen le lenne zárva ez a szektor, úgyhogy hagyjuk. Vagy próbáljam meg? Végül is belefér egy robbantó eszközbe, de nem. Ó, anyádat! Megölte magát. Igen, mert a falba lőtt végig ezzel a robbantós fegyóvájával, ami végül is, hát devastator. Várjál, ezeket úgy érdemes, hogy így. Ja, hogy... nem, úgy látszik mégsem. Ezt aztán jól megaszontam, mi? Jól megcsináltuk. Nem baj. Van életerő pak. Jaj, ez okni. Van úgy, hogy becsíp egy szőrszálat. Szóval akkor, aha! Na, várja!
erőtéret megszüntetjük. Cool. 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 Jó. Na ez most honnan jön? Mi ez? Na, itt most szerintem miniboss fog következni. Na, hogy kell ezt kinyitni? Nem látok sem. De ez most mi volt? Honnan jött ez? Ez ilyen láthatatlan volt. Itt van valami kapcsoló? Szerintem ez titkos hely lesz. Nem, ugye nem? Le is raktak ide csőbombát. Na. Így ne. Akkor innen szépen kijövünk, mert nem tudom mekkora lesz a robbanásnak a ható ereje, de gondolom, hogy ott eléggé nagyot fog szólni. Csak ennyi lett volna. És akkor gondolom a másik oldalon is van egy ugyanilyen, ugye? Nem. Nézzük. Jó. Emlékeztek erre a lila cuccra? Negyedik epizódban láttunk ilyet utoljára. Ojj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 
Mi van már? Na. Szóval, akkor a fagyasztóra fel, szerintem, és akkor próbáljuk meg ezzel. Megburdelni, azaz. Hogy kéne? Devastatorra. Hát úgy látom, hogy ez egy rendes boss. Anyád! Pofán lőttem saját magamat. Ez így nem megy, nem működik. Mi ez? Na várja. Mennyi ellenfél van itt öregem? Na azért. Hát ha ezt tudom, akkor nem fosok. Sort him out.
gotta hurt. Egy automata célzás nem mindig jön jól, amúgy. Igen, tojások. Csinálom majd belőle egy jó kis hagymás rántottát. Hát két titkos hely az ötből. Nem rossz, nem rossz. Na jó, szerintem akkor mehetünk is a következő pályára. Oh yeah! Ready for action. Golden Carnage. Na jó, akkor nyomok itt egy mentést. És akkor innen fogjuk folytatni, gyerekek. Remélem tetszik a végigjátszás. Nekem tetszik. Jól sikerült ez az epizód, nagyon részletes, meg minden. Iratkozzatok fel, lájkoljátok a videóimat, osszátok meg Facebookon, Twitteren, stb. Stb. További szép napot. Sziasztok!